Hivatalosan is bemutatták a budapesti vizes világbajnokság érmeit, melyet a Graffézöld Design Studio tervezett. Kezdetekben természetesen rengeteg vázlat, skic és rajz születik, azt megelőzően, hogy a végső formáját elnyerni. Mi is rengeteg prototípust készítettünk 3D nyomtatással, illetve olyan vázlatokat, látványterveket, amiből ugye a szervezőbizottság el tudta dönteni, hogy melyik az, amelyik számára a legmegfelelőbb. Több szempontnak meg kellett felelni, úgy, mint a Fina arculatának, illetve a Fina védjegyének az egyik oldalon, illetve hát a szervezőbizottság kérésére felkerültek azok a magyar vízrajzi elemek, ahol ezek a versenyszámok megrendezése kerülnek. Ebből kifolyólag két típusú éremcsalád készült. Az egyik az a budapesti, amin a Duna és a Duna mellett található rendezvényhelyszínek, míg a másik az pedig a balatoni, mellette Balatonfüred helyszín megjelöléssel. És hát ugye, ami nagyon nehéz az, hogy az egész egységes képet alkosson, és méltó szimbólumává váljon egy ilyen világeseménynek, és ezáltal ugye az arculat az végig kíséri az érem mindkét oldalon. Mindenképpen valami nem ilyen klasszikus, a klasszikus alatt azt érzem, hogy nem ilyen régi módi érmet szerettünk volna, hanem valami olyan, ami egy kicsit dinamikusabb vagy formabontó. 100 mm átmérőjű, ami ugye nyilván a munka azzal kezdődik, hogy a csapat, akivel dolgozunk, felkutattuk az összes olimpiai, illetve világbajnoki érmet, hogy mekkorák, tehát ne az legyen, hogy kilóg, túl nagy, túl kicsi, tehát hogy ennek van egy ilyen protokoll funkciója, és ugye hát a bevonata az galvanizált arany, tehát hogy egy elég nemes fém az aranyérem bevonata, illetve hát az ezüst és a bronzérem is nemes ötvözetből készült, úgyhogy egy abszolút jó kis szimbólum lesz ez, remélem a világbajnokságon. Az első két aranyérmet már ki is osztották, ezek a szervezőbizottság jóvoltából a Nemzetközi Úszószövetség elnökének, Julio Maglionénak és ügyvezetőigazgatójának, Kornél Márkulescunak a nyakába kerültek.